Kedves nézőink, ez itt a Soholt Vadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Ökumenikus imahét Soholt Vadkerten. Utolsó tárlatvezetés a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban. Zenész legendák a jazzklubban. Első Vadkert lánykupa. Január 19-e és 26-a között ökumenikus imahétre várják a híveket 5 helyi egyházközség részvételével. Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek közösen tartanak Isten tiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Az idei ökumenikus imahét anyagát a máltai keresztények készítették, mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk. Egyszer volt szerencsém, hogy Görögországban, az Adriai tengeren egy egyhetes vitorlás úton vegyek részt. Gyönyörű napsütéses idő volt, gyönyörű időjárás, és a vitorlás hajó, amelyen utaztunk, nyilván ez egy pihenés volt, tehát egy szabadság, egy ilyen kirándulás volt, de annak a hajónak nem csak vitorlája volt, hanem volt egy elég erős motor is benne, ezért amikor nem fújt a szél, akkor bekapcsoltuk a motort, és akkor a motor hajtotta a csónakot. De volt egy nap, amikor elég erős volt a szél, nem volt vihar. Tehát szó nem volt viharról, hét ágra sütött a nap, csak egy picit erősebb volt a szél, és elmondhatom, hogy igencsak félelmetes. Amikor a hajó vitorlájába belekap a szél, és ahhoz, hogy arra irányítsuk a hajót, amilyen irányba mi szeretnénk, hogy menjen, ahhoz nem mindig hátulról fúj a szél, hanem van, amikor oldalról. És amikor a hajót ennyire megbillenti, hogy az egyik felén a hajónak kézzel el tudod érinteni a vizet, a másik felén a hajónak pedig 2-3 méteres távolság van a víztől, ugyanazon a hajón, akkor az igen félelmetes tud lenni. Tehát nagyon megértem Pál apostolnak, illetve utitársainak a lelki állapotát. És gyakorlatilag sokszor mi is így vagyunk a hétköznapokban, ahogy említettem az elején, hogy miközben mosolygunk, miközben nevetünk, aközben belül megéljük a tragédiánkat. Belül úgy érezzük, hogy egészen közel van a víz, miközben az emberek felé, kifelé azt mutatjuk, hogy minden rendben van, hogy távol vagyunk a bajtól. És ma este arról szeretnék beszélni, hogy Jézus Krisztus a remény, teljesen mindegy, hogy honnan fúj a szél. És ezt nem azért mondom, mert lelkipásztor vagyok, és ez a munkakörömnek, a kötelességemnek a része, hanem azért mondom, mert ez az, ami újra és újra átformálja az életemet. Ez az, ami újra és újra talpra állít. És szeretném, hogyha ma este akár Vadkertről, akár Kecerről, és bárhonnan érkeztél, szeretném, hogyha mást nem, de ha ezt elvinnéd magaddal, hogy Jézus a remény. Hogy Jézusnál van remény. Az életünk során sok viharban van részünk. Úgy is fogalmazhatunk, hogy aki tengeren utazik, nem kerülheti el sem a hullámokat, sem pedig a viharokat. A viharok az életünknek a természetes velejárói. Tehát, hogyha bajban vagy, ha nehézségben vagy, ha közösségi szinten, gyülekezeti szinten bajban vagyunk, az természetes velejárója az életnek. Nem feltétlenül tragédia, hogyha viharba kerülünk. Hiszen a viharok az életünknek a részei. Amióta Ádám és Évával együtt az egész emberiség elszakadt az Istentől, azóta elkerülhetetlenek a viharok az emberiség életében. Akár tehetünk róla, akár nem. És lehet, hogy ma este úgy vagy itt, hogy azon gondolkodsz, ez általában a gyászhelyzetekben szokott előjönni intenzívebben, de sokszor, amikor nehézségben és bajban vagyunk, előfordul. Hogy azon agyalunk, éjszakákat és nappalokat azon gondolkodunk, hogy mi lett volna, ha.
Mi lett volna, ha nem indulok el? Mi lett volna, hogyha nem szólok? Mi lett volna, ha nem csinálom ezt? Mi lett volna, ha? De szeretnélek ma este kimozdítani ebből, és elmondani neked, hogy már mindegy, hogy mi lett volna, ha. Úgy sem fogjuk megtudni. De Isten igéje akkor is szól hozzánk, ha te is olyan helyzetben vagy, mint Pál apostol és az utitársai, hogy már napok óta nem láttad a napot, sem a csillagokat, hogy remény nincsen, hogy nincs kiút, nincs kilátás, nincs jövőkép. De ma este szeretném a szívedbe belepréselni, belesújkolni azt, hogy Jézusban van remény és van helyreállítás. És miközben sok szomorú történettel találkozom lelkigondozói beszélgetéseim során, aközben sok boldog történettel is találkozom, amikor Jézus Krisztus talpra állítja az embereket. Amikor a Jézus Krisztusról szóló evangélium megbocsátást, helyreállást, új reményt és jövőképet hoz az embernek. És ez igaz nem csak a személyes életünkre, hanem a közösségi életünkre. Ma este együtt vagyunk, katolikusok, reformátusok, pünkösdiek, baptisták, és nem tudom még hány felekezetből lehetünk itt. Egy valaki az, aki bennünket összeköt, és aki miatt a kereszténység mint olyan létezik. Őt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, aki ott hagyta a mennynek a dicsőségét. Az a Jézus Krisztus, aki lemondott az isteni hatalmáról, emberi testet vett föl, olyan lett, mint te meg én, kiszolgáltatott, gyenge és erőtelen sok helyzetben. És ez a Jézus Krisztus azért vállalta föl, és Pál apostol úgy fogalmaz a korintusi levélben, hogy ő azért halt meg mindenkiért, hogy mi, akik élünk, többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, akiértünk meghalt és feltámadott. Amikor írja a korintusiaknak a levelét Pál apostol, a bevezetőben leszögezi, hogy az ő küldetése az, hogy ezt a jó hírt hirdesse. Erre tette fel az életét. Ezért él, ezért utazik, ezért kel föl reggel, és ezért fekszik le este, mert Jézus Krisztus rábízta az örömhírt, a reménységnek az üzenetét. Az életünkben a viharok elkerülhetetlenek. Akár tehetünk a viharokról, a bajokról, a problémákról, a tragédiákról, akár tehetünk róla, akár nem. De ma este az a jó hír, hogy Jézus tud mit kezdeni a viharainkkal. Hogy Jézusnak célja van, Istennek célja van a viharokkal az életünkben. Máté evangéliumát olvastuk föl korábban, Pazernik Pál lelkésztestvérem olvasta föl ezt az ige szakaszt, és ott látjuk, hogy Jézusnak a tanítványai belesodrodnak egy viharba. Egy olyan viharba, amibe, ha úgy nézzük, gyakorlatilag Jézus küldte bele őket. És ebben a viharban Jézus nem hagyja magára a tanítványokat. Elsősorban a viharoknak a feladata vagy a célja az életünkben, hogy nyilvánosságra hozzák, ha nem is a nagy nyilvánosság elé, de a saját magad és az Isten előtti nyilvánosságra hozzák a hitünknek az alapját. Hogy mire építjük a hitünket? A Máté evangélium a 7. fejezetében olvassuk Jézus hegyi beszédét. Azt az alaptanítást, amit Jézus a szolgálatának a kezdetén mond el. És miután befejezi ezt a hosszú prédikációt Jézus Krisztus, azt mondja egy példázattal az embereknek, hogy aki hallja az én szavaimat, és épít arra, vagyis bizalmat szavaz a beszédeimnek, a szavaimnak, annak az embernek az élete olyan, mint aki a kősziklára építkezik. Aki pedig hallja az én beszédeimet, de nem épít rá, nem szavaz bizalmat az Isten beszédének, arról Jézus azt mondja, hogy olyan, mint a bolond ember, aki homokra építette a házát. És érdekes, vagy nem érdekes, de Jézus is azt mondja, hogy jöttek a viharok, a szelek, a megpróbáltatások. És mindkét házat megpróbálták. Azt is, amely kősziklára építetett, azt is, amely a homokra építetett. Az életünknek természetes velejárója a vihar.
Akár hiszünk az Istenben, akár nem. Akár a hétköznapokban megéljük a hitünket, akár keresztényként pogány módjára élünk. Teljesen mindegy. Az élet viharai úttól érnek bennünket. De Jézus azt mondja, hogy az az ember, aki bizalmat szavaz az Istennek, az az ember, aki az életére az útmutatást az Isten igéjében keresi, az az ember megmarad a viharban is. Annak az embernek az élete megmarad a viharban is. Legyen bármennyire nehéz és súlyos ez a vihar. És ma este szeretném kérdezni tőletek és önmagamtól is, hogy vajon az én életem, vajon a te életed mire épül? Sikerre? Pénzre? Kapcsolatokra? Befolyásolásra? Manipulációra? Vagy Isten igéjére? Mire építjük az életünket? Egyszer egy nagypapa megkérdezte az unokájától, hogy kisunokám, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Hát papa, ha nagy leszek, majd szeretnék elvégezni egy jó iskolát. Jó, és utána? Hát majd, ha elvégeztem egy jó iskolát, aztán szeretnék egy jó munkahelyet. Jó, és utána? Utána szeretnék egy szép családot. Rendben, és utána? Papa, utána szeretnék én is unokákat, ugyanúgy, mint neked van, és szeretnék olyan papa lenni, mint te vagy. Jó, és utána? És utána? Az életünket mire építjük? Építhetjük sikerre, karrierre és bármi másra. De az életünk viharai nagyon sokszor kihúzzák a talajt a lábunk alól, ha az a talaj nem kőszikla. Ha az a talaj nem az Isten igéje. Ezért ma este azt szeretném elmondani, hogy ha az életed romokban hever, az lehet az életnek a természetes velejárója. Hogyha viharban és tragédiákon mész keresztül, az lehet az életnek a velejárója. De ha elveszítetted a talajt a lábad alól, itt az ideje, hogy ráépítsd az életedet Krisztusra. Huszonkét évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum helytörténeti, irodalomtörténeti és kultusztörténeti kiállítása, amely a tavalyi esztendőben a Kubinyi Ágoston program keretében 22 millió forintot nyert el az állandó kiállítás megújítására. Ennek megkezdése előtt pedig rendhagyó tárlatvezetéssel búcsúztak a jelenlegitől. Én azt gondolom, hogy egy korszak lezárul, most véglegesen, mert ezt már tavaly is elmondhattuk volna a nyugdíjba vonulásoddal, és biztos vagyok benne, hogy ezzel mindenki egyetért, de most egy újabb szimbolikus dolog történik, amikor ez a mostani kiállítás elbúcsúzik, amíg tulajdonképpen a te igazgatóságoddal, majdhogy nem egy az egyben, egybeesett ennek a létezése, a fennállása. Egy kicsit tekintsünk vissza arra 22 évvel ezelőtti időszakra, most már több mint 22 évvel ezelőtt, hiszen pont szilveszterkor volt 22 év, hogy megnyílt ez a kiállítás. Hogy emlékszel vissza azokra a hónapokra? Ténylegesen 22 év volt, de az én emlékeimben, meg az emlékezetemben ez egy röpke időszak volt csupán, hiszen a jó sorsom olyan lehetőséget adott, hogy a hobbimban dolgozhattam, és nyilván amit az ember örömmel tesz, az gyorsabban szalad. Visszatérve, a kiállítás építésében is részem volt már. Olyan gazdasszonyi, háziasszonyi szerepkört osztottam magamnak, mert hogy kívülről nem betolakodó, de bekéreckedő alkalmazottja voltam a múzeumnak, pedagógusként dolgoztam korábban, és a múzeumi szakmához nem is értettem. Tehát miután márciusban kineveztek félállású igazgatónak a megyei múzeumi szervezetben, kötelességem volt, és annak is éreztem, hogy itt legyek a múzeumépítők között folyamatosan. Ez egy hosszú időszak volt, 2 hónapig tartott az előkészület, az építés és minden, és gyakorlatilag ott álltunk a szakmai vezetők meg a szakmunkások mögött, hogy meglegyen mindenük, amire szükségük van. Még nem fölépült a kiállítás, és
december 31-én vagy 1988. január 1-én meg is nyílt, és ezt mint egy NASZ ajándékot kapott a város, azzal az időponttal egybeesvén, hogy a város tulajdonába és kezelésébe és működtetésébe került a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum. Tulajdonképpen ebben az épületben akkor az volt az első, vagy ez volt az első kiállítás, mert hogy előtte, ha jól tudom, üresen állt. Igen, ez volt az első kiállítás, és az installáció jó részét a régebbi kiállításokból mentették át az ügyeskező építők, illetve néhány új installációs elem is került ide. A forgatókönyv nyilván teljesen új volt, zömében dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész írta, akinek nagyon sokat köszönhetünk az elmúlt 20 év, sajnos nincs 20 év, mert ő 2008-ban itt hagyott bennünket örökre és fölülről. Figyel ránk, hogy helyünkön állunk-e vagy nem. Tehát Kerényi Ferenc a forgatókönyv zömét elkészítette, a kultusz részt ránk bízta, ez az a terem, ahol most állunk, és a kivitelező, illetve a látványtervező Zalatnai Pál grafikus volt, ő a Kecskeméti Megyei Múzeumi Szervezettel nagyon sokat dolgozott együtt, és a szakma irányítója pedig Lackó János, akkor a Bács-Iskun Megyei Múzeumi Szervezet igazgató helyettese volt. Nos, ezzel a stábból épült fel az új kiállítás, és én azt gondolom, hogyha most végignézünk rajta, elmondhatjuk, hogy nem látszik rajta az a 23. év, amit már itt él meg a kiállítás, hiszen egyrészt nagyon korszerű kiállítást álmodott meg Kerényi Ferenc, másrészt nagyon ügyesen és stabilan építették föl az építők, harmadrészt a múzeum dolgozói nagyon vigyáztak rá. Készült olyan kimutatás, hogy hányan látták ezt a kiállítást az elmúlt több mint két évtizedben körülbelül? Hát éves kimutatásaink vannak, vagy statisztikánk van a látogatókból. Aki látogató idejön, az mármint Kiskörösre a szülőházba, az ide is átjön a múzeumba. Az első két évben 40 ezer körüli látogatója volt a múzeumnak, első évben pontosan 42 ezer valahány száz, erre emlékszem, de utána már nem, és nyilván, ahogy egy kiállítás már az újdonság hírét elveszti, csökken a látogatók, az érdeklődők száma is, meg hát aki múzeumbarát vagy ilyen érdeklődésű, az igyekszik az elején megnézni, aztán amíg nincs új, addig nem valószínű, hogy újra visszatér. Tehát a 22-t nagyjából 25 ezerrel kell beszorozni, és ennyi látogatója lehetett. Lehet, hogy 26 ezerrel kell, most nem tudom pontosan. Mondom, 42 ezerrel indultunk 98-ban. Három teremben láthatjuk ezt a kiállítást. Egy kicsit biztos vagyok benne, hogy a kiskörösiek többsége tudja, hogy miről beszélünk, látta ezt a kiállítást, de egy kicsit röviden szaladjunk végig, hogy miről is szólt ez az elmúlt 22 évben. Az alapkoncepció az volt, hogy Petőfit Kiskörösben láttassa ez a kiállítás és mutassa meg, illetve Petőfit időben is helyezze el Kiskörös történetébe. Ezért van egy olyan termünk, ez az első terem, ami a város történetét mutatja be nagy vonalakban. Ennek a különleges értéke az volt, hogy Körösön sohasem volt régészeti kiállítás, és Kerényi Ferenc mindenképpen azt szerette volna, ha van. Ezért közreműködött abban is, és elsősorban a Megyei Múzeumi Szervezet képviseletében Lackó Jánosnak köszönhető, hogy a Nemzeti Múzeumból nagyon értékes régészeti anyagot kaptunk kölcsön, és hát elsősorban a történetet mutatja be Petőfi Sándor születéséig. Ha a költőhöz viszonyítjuk az időt, akkor ez az őt megelőző időszak, azaz a múlt. A középső terem Petőfi életével, Petőfivel foglalkozik. Nagy vonalakban futja csak át az életállomásokat. Közben egy olyan számítógépes program fut, amiben Petőfi témakörös költészetével ismerkedhetnek meg a látogatók, életrajzi adatok hangzanak el mellette, szólalnak meg mellette. Érdekessége az, hogy nem a legismertebb információk és nem a legismertebb idézetek Petőfi költészetéből, egyébként pedig az életének állomásai adják a környezeti kiállítási látványelemeket. Ez Petőfi jelene, ha úgy tetszik,
a harmadik teremben, ahol most állunk, a kultuszteremben, azt igyekeztünk középpontba állítani, hogy Petőfire hogyan emlékeznek a világban, és hogyan emlékeznek Kiskörösön. A világban megmaradt emlékezete, illetve ma is a híre, a műfordításokkal támasztható alá. A múzeum mellett látható a műfordítói szoborpark, és erre rímel, és ezzel van szinkronban az a kiterített glóbusz, ahol egy üvegfalon megjelennek azok az országok, kontinensenként, alfabetikus sorrendben, ahol Petőfit olvasni lehet, és egy nemzeti szalaggal a látványtervező, a kiállítás utolsó mozzanataként megjelölte Magyarország helyét. A kiskörösi kultusz emlékeit ugyanúgy megtekinthetjük. Nyilván elsősorban ez egy olyan kiállítás, ami tárlatvezetést kíván, és tárlatvezetést is szoktunk, illetve most már a kollégáim gyakorlatilag vezetnek a teremben, és tárlatvezetésekkel zajlik a múzeumlátogatás. Az a különlegessége ennek a teremnek, hogy van benne egy működő kultusztárgy, ami nem csak itt van, hanem él is. Van egy serlegünk 1913-ból, amivel a polgármester úr minden évben szilveszterkor fogadalmat tesz, és azt akkor kivesszük a kiállításból, a szülőház előtt éjszaka kézbe fogja, és mond vele valami múzeumi tartalmat építő és erősítő és gazdagító fogadalmat, amit be is tart. Az is különlegessége ennek az utolsó teremnek, hogy ez gyarapodott az eredeti állapothoz képest. Ha jól emlékszem, épp ezzel a serleggel, illetve Kerényi tanár úr emlékével. Hát erről nehéz beszélni. Valóban gyarapodott, bár ne gyarapodott volna, hiszen Kerényi tanár úr hazajárt, és mi nagyon örültünk annak, hogy ő ennyire szívébe zárta Kiskőröst. Elmondhatjuk, hogy nem csak Kiskőröst, hanem a vidéki múzeumokat és a vidéki irodalmi emlékhelyeket szerette nagyon. Madács legalább annyira közel állt a szívéhez. Nem, annyira azért nem, Petőfi közelebb állt, de nagyon közel állt. Nem, ezt nem mondhatom, mert nem tudom, nem nyilatkozott erről soha, de mi azt szeretnénk hallani, és ezért mondjuk is, hogy Petőfi igen. Lényeg az, hogy azokra az emlékhelyekre nagyon odafigyelt, és 2008 novemberében, vagy október legvégén elment. Az utolsó emlékünk vele egy beszélgetés a diófák lombja alatt júli 31-én az évben, amikor a kritikai kiadások utolsó megjelent kötetét, illetve a Petőfi életrajzot mutatták be Bán Évával. És ez egy nagyon jó sikerült, nagyon, nagyon tartalmas beszélgetés volt. Visszanézve az ember olyan momentumokat vél benne felfedezni, mintha érezte volna a közeli halálát, hiszen azt mondta a fölvezető után, hogy ez nekrológnak is jó lesz neki, ha ő elmegy, és kéri, hogy ezt mondják el, hogyha bekövetkezik. Nyilván viccelt, mert azért voltak ilyen megnyilvánulásai is a tanár úrnak, és pont a közvetlen viszony, meg ez a szakmai összefonódás, ha lehet ezt mondani, alakította ki bennünk azt a törekvést, hogy emlékezzünk rá és maradjon köztünk, amennyire lehet. Ezért a belépőben van egy emléktábla Kerényi Ferencnek a dombor, vagy a portréjával. Itt meg egy rövid emlékeztetőt állítottunk össze az életéről, illetve annak a találkozónak a kézírásos vázlatát állítottuk ki, ami júli 31-én történt nálunk. Nyilván neked nagyon-nagyon sok emléked van az elmúlt 22 évből erről a kiállításról. Ezen a különleges tárlatvezetésen most mit fogsz megosztani a jelenlévőkkel, hogy tervezed? Úgy tervezem, hogy elmondom, hogy hogy született ez a kiállítás. Elmondom, hogy ki mindenkinek milyen része volt abban, hogy ez itt lehet és így lehet. És csak nagy vonalakban beszélnék a kiállításról magáról, hiszen ezt 22 éven keresztül bárki megnézhette, és én úgy gondolom,
hogy olyan kulisszatitkokat is megérdemelnek, akik most eljönnek, ami nem nyilvános, vagy eddig nem mondtuk senkinek, a kiállításhoz tartozik mégis, és nagyon jó példa arra, hogy egy múzeumi kollektíva hogy tud együtt dolgozni, illetve hogyha egy közös cél van, akkor érdemes hálózatosodni. Annyit azért elmondok belőle, hogy a kiállítás építése során itt voltak a Halasi Múzeumból, itt voltak Kiskunfélegyházáról, itt voltak Kecskemétről, két hónapon keresztül jártak, tehát ez nagyon szépen jelzi azt, hogy ilyenkor csak az összefogás segíthet, illetve az nagyobb eredményeket hozhat, mintha valaki egyedül görnyed a munkája fölé nap, mint nap, és senkivel nem osztja meg a dolgait, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy tanulság volt, illetve olyan kút, amiből nagyon sokáig meríthet az ember, akár tapasztalati alapon, akár ismeretanyagon keresztül. Tehát mindenképpen olyan forrás, amihez bármikor hozzá lehet nyúlni, és én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ebben részem lehetett. Ebben a szellemben készül majd az új kiállítás is? Azt próbáltuk meg kitalálni, hogy mi nem volt még. Egyfelől, másfelől igyekeztünk a város Petőfi emlékeihez kapcsolódva különlegességet találni. A kultusz megvan. Alapvetően a szülőház jelenti a legnagyobb kultusz jelenséget, hiszen az ország első irodalmi emlékháza. A látvány és a modern technika ott van a János Vitéz látogatóközpontban. A helyi értékek megközelíthetők, a Petőfi sétány oda vezet minden ponthoz bennünket. Külön kiállítása van a képzőművészeti anyagnak, viszont Petőfi költészete sehol nem jelenik meg. És sok-sok egyeztetés után arra az elhatározásra jutottunk, hogy ezt az elképzelhetetlen csodát, amit Petőfi 7 év alatt teremtett meg, ezt valahogy megpróbáljuk a látogatók elé is odavinni, hiszen 7 év alkotómunka során lett ő világhírű, és mindössze 26 éves volt, amikor meghalt. Tehát ez a csoda az, meg az a sok színűség, az a sokféleség, ami az életművében megjelenik, az adta a kiállítás alapötletét. A költőnek szült anyám, vagy 7 év cím alá sűrítettük a képeket. Most a kiállítási tér bontása is nagyon alkalmas erre, hogyha megszámoljuk ezeket a kiállítási fal lehetőségeket, akkor van az 1, 2, 3, 4, 5, 6 meg a főfal, tehát ez is adva van ahhoz, hogy a 7 év nagyon szépen összeállhasson, tehát Petőfi költészetét szeretnénk mindenképpen bemutatni olyan formában, hogy ez egyrészt grafikai élményt nyújtson, látvány értéke legyen, legyenek benne olyan virtuális dolgok, amik a fiatalokat mozgatják meg, legyenek benne olyan részek, amik esetleg a mélyebben érdeklődőknek is adatot adnak. Gondolok itt például ilyenre, hogy a képzőművészeti anyagunk az virtuálisan elérhető lesz. Nyilván nem a kiállításban, hanem majd kütyüvel. Meg hát van még azért sok minden, de ez az alapkoncepció. Most a kiállítás megvalósítójának sikerült olyan kiállítás rendezőt és látványtervezőt csípnünk, vagy hogy mondjam, sikerült rávenni, hogy vállalja, aki csupa nívódíjas kiállítást épített már, és hát a kiállítás forgatókönyvét azt én írtam, nyilván nem bedugott füllel, hanem konzultálva sok mindenkivel, és még a kiállítás során apró változások nyilvánvalóan lehetnek, és biztos vagyok benne, hogy lesznek is, de szép és érdekes és tartalmas kiállítást szeretnénk. Tehát mindenképpen az volt a célunk, hogy egy komplex élményt kapjon és kaphasson az, aki kis körösre látogat. Petőfit nagyon sok oldalról közelítsük meg, és úgy gondolom, hogyha a költészetével itt találkozik valaki, és a környező lehetőségeket is számba veszi, sorra veszi, akkor elégedett és feltöltött élményekkel
elégedetten és élményektől feltöltve távozhat. A klasszikus jazz legnagyobb csillagai voltak a Szürke Verebek jazzbandája vendégei. A Hungarian All Stars névre keresztelt alkalmi formáció az Úttörténeti Múzeumban adott koncertet. Hungarian All Stars, hogyha én jól értesültem, akkor ez az önnevéhez fűződik, a létrehozása. Mi ihlette akkor ezt a csapatot, vagy mi ösztönözte arra, hogy létrehozza, összehívja? Hát kisgyerekkoromban ugye 70-es évekről beszélünk, két híres Dixieland zenekar volt az országban, nem is nagyon volt más rajtuk kívül, és már úgy akkor kinéztem, hogy na innen a klarinétos tetszik, onnan a trombitás, szóval hogy már akkor megfogant gyerekkoromban a fejemben, hogy lehetne egy szuper grupot csinálni, akár kettejükből is. És amikor úgy ismertebb lettem ebben a világban, és ővelük is jól összebarátkoztam, a 90-es évek közepére már tényleg, kollegiális kapcsolatban léptünk, akkor gondoltam, vettem a bátorságot, hogy mondjam nekik, hogy mi lenne, hogyha összejönnénk egy ilyen alkalmi zenekarba, egy ilyen válogatott bandába, és akkor hát az a felállás úgy volt, hogy Papa Flag barátom, aki egyébként remek trombitás, ő 20 évig dobolt, és akkor őt dobosnak hívtam meg, mert hogy ő igazán szereti és érzi ezt a stílust, és természetesen a leghíresebb zenekarokból, Molnár Gyulát a Molnár Dixielandből, Nagy Ivánt a Benkóból, akkor ott én trombitáltam egy rövid ideig, és akkor a Hodgson Bőgősét, Juhász Zoltánt hívtam el, és egykori trombita tanáromat, aki kitűnő zongorista, Apáti János zongorázott. Abban az időben készült egy rádiófelvétel, és két fellépésünk volt. És aztán, amikor Siófokon házigazdája lettem 2004-ben egy Dixi Fesztiválnak, akkor onnantól kezdve rendszeresen kezdtem ezt a zenekart foglalkoztatni. Volt némi átalakulás, Papa átkerült a trombitára, én pedig banjozom, gitározom, és aztán volt a Bőgős poszton is néha, mert hogy az All-Star zenekarok azért fenntartják a jogot arra, hogy imitamot változtassunk, de nagyjából a magja az ugyanaz mindig. Mostanság milyen gyakorisággal áll össze ez a zenekar? Hát általában elfoglalt zenekaroknak a tagjairól van szó, úgyhogy ritka alkalmakkor, főleg ez a nyári fesztivál, amikor tényleg egy évben egyszer biztosan összejönnek, de az All-Star zenekarokra nem jellemző, hogy együtt maradnak és egyfolytában turnéznak, úgyhogy mi nagy örömmel vettük a kiskörösi meghívást, a körösi Szürke Verebek zenekar jazz klubjába, úgyhogy végre, ugye mert eddig szabadtéren nyaranta játszottunk együtt, most legalább koncertteremben tudunk egy kicsit örömzenét adni a közönségnek, és egymást is megörvendeztetjük. Hogyan fogadták anno a 90-es évek közepén ugye a nagy öregek, mondjuk így, egy fiatal titánnak a meghívását és a zenekar vezetését? Például Papa Flag mit szólt ahhoz, hogy azt mondta neki, hogy most akkor te leszel a dobos? Hát Papa Flag már akkor az egyik legjobb barátom volt, úgyhogy őneki ez nem jelentett semmilyen szempontból problémát. Én azt vallom, hogy nem a kor, az életkor az, ami megadja a rangját egy zenésznek, de egy embernek sem. De maradjunk a zene világában, a tehetség az, ami szerintem értékmérő, és akár én is nagyon szívesen hallgatok egy nálam 10-15 éve fiatalabb zenészre, hogyha az tehetségesebb, mint én vagyok, vagy látok benne valami mást, vagy többet, mint amit én. Valószínű, hogy ők is úgy érezték, ez egy óriási megtiszteltetés lenne nekem is, akár hogyha egy nálam 10-15 éve fiatalabb, de már ismert vagy jó zenész azt mondaná, hogy ő gondolt egy zenekarra, ahova engem is eljött. Hogy őnekik biztos nagyon jól esett, és leginkább ami ennek a zenekarnak a eszenciája, hogy hasonló ízlésű emberek, akik az én ötletem előtt nem volt alkalmuk, hogy egymással zenéljenek, szóval egymást is megismerhették ezáltal, és ez igazán, ami egy érdekessége ennek, és szerintem sokkal összeszokottabb csapat, és homogénebb a hangzása, mint a saját zenekaraikban. Mert én azokat az embereket válogattam ki, akiknek hasonló a habitusa, és a hasonló dallamvilágból építkeznek. Tehát ők különböző zenekarokból az ország különböző részeiről jöttek,
és mégis olyan, mint a 100 éve együtt zenélnének. Maradnak mindig a klasszikus jazznél? Természetesen, hát mivel hogy ritkán játszunk, mi nekünk nem kell repertoárt frissíteni, vagy megfelelni a modern trendeknek, vagy akármilyen koncepciónak. Itt a nagy, jól ismert slágereket kell eljátszani, mert pont az adja meg az ízét, hogy más és újszerű, hogy ezek az emberek játsszák. Én amikor rákerestem most az ön nevére a mai nap folyamán, akkor ornitológus, természetfotós, egyetemi docens, és csak legutoljára találtam meg azt, hogy zenész. Ez a sorrend, vagy ez volt a sorrend az életében, vagy most ez hogy alakul? Hát nem így van ez. Tehát ez tulajdonképpen az, hogy biológia, kémia, középiskolai tanára végzettségem, és hát sokat voltam én tanár, kollégiumi nevelő tanár, vagy úgy tanítottam a főiskolán utoljára, és a biológusság az persze onnan is jön, hogy én nagyon régen foglalkoztam madarakkal, és hát a ornitológiából is doktoráltam, de ez legalább olyan régi, mint a klarinét iránti szerelem, tehát 10 éves voltam körülbelül, amikor a madarak is kezdtek érdekelni, meg a klarinétozás is, úgyhogy ez ilyen párhuzamosan ment. Az, hogy a közben ugye a fotó is bejött, az egy harmadik dolog, hát nagyon sokat kell kint lenni a természetben, ahhoz, hogy az ember tapasztalatokat, vagy éppen jó fényképeket is csináljon. És hát közben össze kellett hozni a családdal ugye a dolgokat, meg a munkahelyen, úgyhogy ez egy bűvész mutatvány volt, hát most már könnyen mondhatom, mert 13 éve nyugdíjban vagyok, és hát nyugdíjas években ez könnyebb csinálni, mint akkor. De valahogy én se tudom, hogy pontosan, hogy hogyan, de valahogy úgy összehoztam a dolgokat, hogy nem harugodott rám senki sem. Ez egy fontos dolog. És közben ugye még zenélni is, mert akkor a zene az nagyon fontos volt, az élő zene. Mert akkoriban tulajdonképpen majdnem hetenként mentünk valamilyen helyre játszani, nem csak a Dixivel, én arról is híres vagyok, és ezt nem tartom véka alá, hogy mindenféle bálakba, lakodalmakba, ahova elhívtak, én zenélni szeretek, tehát engem nem érdekel, hogy ez most milyen stílus, úgyhogy ahova elhívtak, mindenhova elmentem. És én szerintem gyakorlat szempontjából nem volt ez rossz egyáltalán. Most már így 13 éve nyugdíjban a zene milyen szerepet tölt be az életébe? Beszéljünk erről, hiszen most ezért vagyunk itt. Hát tulajdonképpen jó a kérdés, csak sajnos szomorú a vége, mert most olyan korszakot élünk, amikor bár az élő zenének lenne nagyon nagy tere, de maga a modern popzene az úgy is működik, hogy egy szál énekes egy háttér CD-vel a hóna alatt rohangál az országban. Ugye a tehetségkutatóknak köszönhetően nem nézem én le ezt a dolgot, csak ugye az élő zenét ez egy kicsit ugyanúgy, mint a diszkó egyébként, ez egy kicsit háttérbe szorítja. És a másik dolog pedig az, hogy maga a műfaj, tehát a swing, a Dixieland, a fiatalokat már nem érdekli. Tehát a mai slágereknek totál nincs közük ehhez a dologhoz, és sajnos az van, hogy 60 éven fölüliek értik ezt a zenét, és ők mennek el, ha még van hozzá kedvük, meg pénzük ezt meghallgatni. És hát ha én nagyon félek attól, hogy ez a korosztály kihal, akkor nem lesz, aki hallgassa, és nem lesz, aki játsza. Tehát hiába mondják klasszikusnak ezt a stílust, már ugye most 120 éve már, hogy fönnmaradt, de lehet, hogy ebből nullára fog kifutni, és ezt nem jó szívvel mondom, és ez az igazság az, hogy azért is kell mondanom, mert ahhoz képest, hogy valamikor 100 körüli koncertünk volt egy évben, most jó, a 15-20 van. Pedig marketing szempontból azt kéne mondanom, hogy szárnyalunk, és mit tudom én mennyi,
de nincs. Tehát a mai kultúrházak, vagy szervezők, vagy nem tudják, hogy mi ez a zene, nem is hajlandók meghallgatni, és hiába hallgatják meg CD-n, vagy bárhol, ez nem az, tehát ezt élőbe kell hallgatni, ez egy élő zene, akkor van hatása. És aztán magyarázhatja az ember, mit tudom én, fiatal kultúrházigazgatóknak, most ezt átvitt értelemben mondtam, hogy ez mi ez a zene, és hogy az élő dolog az, ami megfogja az embereket, az fogalmunk sincs róla. Tehát ők csak a nevekről hallottak, az énekesekről, meg a nem tudom én miről, és ez szomorú. Tehát most, amikor még azt mondom, hogy 76 évesen simán tudnék még venni akár hetente is valahova, most ez teljesen lecsökkent. Tehát ez maga a műfaj sajátossága is beleszólnak, és a fiatalodás, tehát nem tudom, nagyon sok, hogy is mondjam, irányvonala van ennek a dolognak, amiben nem szeretnék belemenni, mert hetekig lehetne ezt ragozni, hogy miért, mi van és hogy van, úgyhogy nincs így szerencsénk, és azért is örülünk, hogy például néha csinálnak ilyen kis koncertet valahol az országban, ahol mi be tudjuk mutatni a tudásunkat. Most teljesen mindegy, hogy a Molnár Dixielanddel vagy egy All Stars nevű bandával. Tulajdonképpen az All Stars egy örömzenélés, hogy fönt a színpadon születik a zene. Ismerjük róla egymást, és ismerjük a Dixieland repertoárt. Tehát az egy nagyon széles valami, és akkor ott a Tamás bemond valami számot, meg a hangnemet, és akkor ott mi nekünk improvizatíve alkalmazkodni kell egymáshoz. Ez nem egyszerű dolog, én merném állítani, hogy akármilyen zenésznek bemondanák, hogy ilyet csináljon. Szóval azért oda kéne nyújtani a legnagyobb tudását is, hogy valami hasonlót csináljon. Tehát ez egy különleges dolog, amikor ugye improvizatíve, ad hoc zilletik a zene, csak azért, mert mindjárt ismerjük a számot, tudjuk a harmóniáit, tudjuk a ritmusát, mindent tudunk belőle, és lehet, hogy évek óta nem játszottunk egymással, akkor is ez menni fog. Kedves nézőink, műsorunk folytatásában hallgassák meg a programajánlót a Gyöngyház Kulturális Központ vezetőjének tolmácsolásában. Engedjék meg, hogy az elkövetkezendő pár percben megosztam önökkel, hogy mi mindent tervezünk 2020 elején. Mi mindennel várjuk önöket ebben az új évben. Jó néhány tanfolyam, körklub folytatja munkáját, így a tánctanfolyamok, modern tánctanfolyam, néptánctanfolyam, amelyekbe be is lehet csatlakozni. Ezen kívül a horgolóklub, kötőklub, nem vagy egyedül klub, mozgáskorlátozottak klubja, cukorbetegek klubja várja önöket szeretettel. Nagyon sok rendezvényünk lesz, ezek közül is néhányat megemlítek önöknek. Mindjárt január elején lesz egy úgynevezett érzékenyítő programunk, újszülöttek és sérülten született gyermekekkel kapcsolatos ez a program, ugyanis úgy neveztük ezt a programot, hogy illetve úgy hívtuk életre, hogy óriási szükség és páratlan összefogás előzte meg. Ugyanis a Babamarát adománycsoport egy akciót indított, és ennek kapcsán nagyon-nagyon sokan megmozdultak, adakoztak és csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Ennek okán, mivel megtudtuk azt, hogy ma már majdnem minden tizedik gyermek valamilyen sérüléssel jön a világra, vagy koraszülött, vagy pedig valamilyen betegsége van, meghívtuk a perinatális intenzív centrum vezetőit, annak érdekében, hogy minél többet tudhassunk meg tőlük, hogy hogyan lehet a zenével segíteni ezeknek a gyermekeknek, illetve az ő szüleiknek a mentális fejlődését, hogyan válhatnak a szülők, ők maguk is gyógyítóvá, kompetensé ebben a folyamatban. Nagyon sok kérdésre választ fogunk kapni, miért is jó
a hangjelzőrendszer, mi is az az inkubátorozás, mi az a kenguruzás. Ennek a rendezvénynek a főszervezői a Baba Barát adománycsoport és a Soltvadkerti Máltai Szeretetszolgálat csoportja, akik nagy szeretettel várják velünk együtt a kedves érdeklődőket. Hazai Tíma és Hazai Anna Mária lesz majd ennek az előadásnak az előadója. Természetesen egy interaktív előadás lesz, amelyen betekintést engedünk a Máltai Szeretetcsoport és a Baba Barát adománycsoport munkájába. Láthatják, hogy milyen adományokat készítenek, illetve arról is tájékoztatást fogunk majd adni önöknek, hogy önök, illetve azok, akik érdeklődnek, indítatást éreznek, hogy bekapcsolódjanak adományozóként, segítőként, hogyan tehetik majd mindezt. Február 12-én indul egy új lehetőség, Foltvarró kör. Erre az alkalomra is nagy szeretettel várjuk önöket, és még egy új körklub fog indulni, az pedig a helytörténeti témával kapcsolatos helytörténeti klubot Ligrádi Andor kollégánk fogja majd vezetni, ide is nagy szeretettel várunk mindenkit. Február 14-től 16-áig tart a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat. Nagy örömmel jelentem be önöknek elsőként, hogy ez a rendezvénysorozat egy országos akció, amiben lehetett jelentkezni és lehetett pályázni. Magyarországról egy kis település, egy városi település művelődési háza, valamint egy fővárosi kerület nyerhette el ezt a pályázatot, és a városok közül mi vagyunk azok, akik ezt a megtiszteltetést kapták, tehát mi vagyunk ennek a pályázatnak a nyertesei. Ebből az alkalomból nagy szeretettel hívom meg önöket erre a háromnapos rendezvényre. 14-én pénteken Karavánklubba várjuk önöket. Szabó György Róbert lesz az előadó, aki Szingapúrban járt, és az ottani élményeit szeretné megosztani önökkel. Ezt követően Sukka Éva rendezésében a Család ellen nincs orvosság című kétrészes színdarabot fogjuk majd megtekinteni. Másnap szombaton egy egész kavalkád lesz itt a Gyöngyház Kulturális Központban, illetve a Városközpontban. Helytörténeti gyűjteményben, az Értéktárban, a Cukrászdának a cukrászgyűjteményében, valamint természetesen itt a színházteremben és minden helyiségünkben szeretnénk beavatni mindazokat, akik érdeklődnek, hogy milyen rendezvények szoktak lenni, milyen körök, klubok tartanak itt előadásokat. Tánctanfolyam bemutató lesz, néptánctanfolyam bemutató. Ennek a rendezvénynek az arca Novák Péter, aki itt tölti velünk a szombat délelőttöt. Ő vele is lehet találkozni. Terveink között szerepel, hogy influencereket hívunk, hiszen a fiatalok, diákok között nagyon népszerűek. Például itt van a szomszédban, itt lakik a Sajt 32 elnevezésű fiú, fiatalember, aki nagy népszerűségre tett szert. Valószínűleg ő is a vendégünk lesz. Lesz filmmaraton, 4 filmet fogunk vetíteni, és mivel ez az évet a barátság évének szánjuk itt a Gyöngyház Kulturális Központban, ezért lesz lehetőség arra, hogy egy-egyel ketten, tehát barátok látogassák ezeket a mozifilmeket, amelyeket majd ajánlunk önöknek. A nagy érdeklődésre való tekintettel valószínűleg vasárnap is, tehát február 16-án is meg fogjuk hívni a Szilveszter társulatot, és akkor is elő fogják adni a Család ellen nincs orvosság című előadásukat. Ennek a Soltvadkerti kötődése az, hogy Medvecki János a főszereplője ennek a darabnak. Egyébként én láttam tegnap ezt a darabot Kiskörösön, és fantasztikus, úgyhogy érdemes eljönni erre az alkalomra is. Még néhány előadást említenék önöknek. Február 2-án vasárnap 10.30-tól Jeges Maci és barátai címmel báb előadás lesz itt a színházterembe. Erre is nagy szeretettel várjuk önöket, és tervezzük azt, hogy akik most tánctanfolyamra járnak, ők egy bemutatót fognak majd tartani nekünk
tehát kezdőtáncosok tánciskola végén, és lesznek versenytáncosok is. Ez március 6-án lesz ez a rendezvény. Várunk stand-uposokat is, sóderklubosokat, Záhonyi Ábel, Dávid, Horváth Gábor és Bruti lesznek majd a vendégeink. Első alkalommal került megrendezésre a Solt Vadkerti Sportcsarnokban az első Vadkert Lánykupa elnevezésű kispályás teremlabdarúgó torna, ahol 5 csapat mérte össze erejét. A következő végeredmények születtek. Első lett a Solt Vadkert csapata, második a Fülöpszállás együttese, harmadik a Bugac, negyedik az Izsák A, ötödik pedig az Izsák B csapata. Külön díjakat is osztottak. A gólkirály Bozsóki Anna lett Solt Vadkertről 12 góllal, a legjobb kapusnak Békési Ramona bizonyult Fülöpszállásról, a legjobb mezőnyjátékos pedig Gárdonyi Mira Bugacról. Első alkalommal került megrendezésre a Solt Vadkerti Sportcsarnokban a focisuli szervezésében egy lánytorna. Honnan jött az ötlet és mi alapján döntöttek úgy, hogy életre hívjátok ezt a megmérettetést? Hát igazán ugye körülbelül 3 éve kerültünk ide Bischoff Ádám kollégámmal, és onnantól kezdve próbáltuk egy kicsit a lányokat is fölkarolni. Először ugye nagyobb lányokkal kezdtünk el foglalni, jobban mondva az Ádám, én csak mint tanácsadó próbáltam ebben részt venni, szóval nagyobb lányokkal, és egyre ahogy jött az idő, vagy múlott az idő, telt múlt az idő, jöttek a kisebbek is, és hát ezt a generációt is fölkaroltuk, és hát úgy jött a tulajdonképpen az ötlet, minden évben a focisuli 3 tornát szokott rendezni, és akkor az idén ugye csinálunk egy lánytornát, ez lesz az első Vadkert lánytorna, lesz utána egy február 2-án egy U11-es tornánk, az idősebb és ifjabb Tasnádi Miklós emléktorna, illetve február 16-án az U9-es korosztálynak pedig a focipalánták tornája. Hány lány focizik most a focisuli keretein belül? Hát itt most az első és 8. osztály között pontos szám az 15. Ő van, úgyhogy ennyien rúgják most a bőrt. Hát ez mindig változik, próbálunk minél többet becsalogatni, behívogatni, de hát mindig van az, aki abba hagyja és másfelé megy el, vagy nem érzi azt, hogy ebbe találja meg a számítását. A mai napon milyen korosztály szerepel a pályán? A mai tornán az első és negyedik osztály között lévők, tehát a 7 és a 11 éveseket próbáltuk megmozgatni. Ez egy hát nehéz korosztály, azt mondom, hogy nagyon nehéz volt itt a szervezés folyamán is megfelelő csapatokat. Nagyon-nagyon-nagyon kevés csapat van sajnos a megyében. Akik esetleg szóba jöhettek volna, azok valamilyen elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni, úgyhogy, de azért sikerült így is 5 csapatot, jobban mondva 4 településből 5 csapatot, mert ugye Izsák 2 csapattal szerepel azért megmozgatni. Kik jöttek el, és mit lehet tudni a játékerőről? Hát, akik ugye eljöttek, ugye Izsák, az előbb említettem, Izsákról 2 csapat érkezett, Fülöpszállás, illetve Bugac, illetve Solt Vadkert. Bugacról azt kell tudni, hogy Bugacon mindenki focizik, ugye ott az összes leány, illetve majdnem, hogy az összes fiú le van igazolva, ők már nagyon-nagyon-nagyon régen benne vannak a leánylabdarúgásba. Izsákról annyit lehet, hogy Gréci Gábor kollégám foglalkozik velük, és akkor hát ő is próbálja őket fölkarolni. Fülöpszálláson pedig azt lehet tudni, hogy egy ifjú testnevelő van, Dóka Ádám, ő próbálja ezeket átfogni, habár ha jól tudom, most már talán a kicsikkel ő se foglalkozik, hanem a kollega nője, aki itt a tornán most részt vesz, ő próbál ezzel foglalkozni a kisebb lányokkal. A megnyitó beszédetben úgy fogalmaztál, hogy azért itt Magyarországon még a női labdarúgásban nem igazán lehet megélni, viszont van egy kitörési lehetőség, ugye akár komolyabb szintre is el lehet jutni. Hogyan látod itt a helyi fiatalok esélyeit, illetve mennyire népszerű ez a sportág a lányok körében? Hát az az igazság, hogy nehéz, nagyon nehéz a helyzetük, pláne aki lány labdarúgásból akar megélni, az biztos, hogy nagyon nehéz. El lehet jutni szintre, ugye megyében is több játékos is van, aki nagyobb kluboknál, NB1-es kluboknál focizik.
el kell odáig jutni, és hát ott még aztán meg kiválóan teljesíteni, hogy esetleg felhívja valakinek a figyelmét. Magyarországról, ha jól tudom, egyetlen egy labdarúgónk van, aki a Bundesligában játszik. Ugye van a másik, aki magyar származású, a Marozsán Jennifer, ő ugye elméletileg fél ágról, ugye azt hiszem, hogy apai ágról magyar csak, szóval ő német válogatott. Nehéz oda eljutni, hát megmondom őszintén, hogy bízom benne, hogy lesz olyan, aki esetleg eljut, esetleg erről a tornáról is, de tényleg ez nehéz dió lesz. Mennyiben más a lányokat edzeni, mint a fiúkat, esetleg az edzésmódszerek mások-e, kívánalmak, feltételek, hogyan áll össze ez a kép? Hát én úgy tudok erről nyilatkozni, hogy nekem régen akasztón voltak lánycsapataim, voltam a lány felnőtt akasztónak is az edzője. Tudom azt, hogy a lányok más bánásmódot igényelnek, viszont sokkal szorgalmasabbak, mint a fiúk, nem agyalnak annyit. Amit az edző kiad, azt megcsinálják, becsületesek. Talán azt hiányolom egy kicsit a női labdarúgásba, a kreativitást. Tehát azokat a kreatív megoldásokat, amiket a férfiak esetleg bele csennek, egy egyéni mozdulat vagy egy csel. Ők a begyakoroltak mellett vannak, de viszont azt tökéletesen megcsinálják. Azt én úgy tudom, tehát ez tapasztalat beszél belőlem. Esetleg aki a lányok közül akar focizni Zsoltvadkerten, azok hol kereshetnek meg titeket, hol találhatnak meg, kit keressenek, hogyha a képeket látva erre irányultságot éreznek? Hát aki gondolom, hogy focizni szeretne, én úgy tudom, hogy Tóth István Csitta is foglalkozik a nagyobbakkal, aki esetleg már középiskolás vagy felnőtt és szeretne focizni, az őt nyugodtan megkeresheti. Aki pedig általános iskolás, ugye hát minket, mint testnevelőket, a kollégámmal, Ádámat és engem nyugodtan meg lehet keresni, illetve hát az elnökünket, Csesznagi Lajost is meg lehet keresni, és ő nála is bátran lehet jelentkezni, aki esetleg szeretne ezzel a gyönyörű sportággal foglalkozni. Úgy tudom, hogy a női, illetve a lány labdarúgás alapjait itt Zsoltvadkerten letetted, illetve hozzájárultál ahhoz, hogy egyre népszerűbb legyen és elkezdődjön a munka. A mostan pályára lépő lányokkal milyen munkával, hogyan kezdtél el dolgozni, mit lehet róla tudni? Nem én kezdtem el, de hozzátettem. A most pályára lévő lányokkal 2 éve foglalkozok. Tehát egy, amit most látunk, illetve amilyen eredmény majd születik, az 2 év munkája. Amikor én idejöttem tanárként, a kolléganőmet, Csörejnénét megkérdeztem, hogy amikor átvette a kézilabdásokat, mennyi időre volt szükség ahhoz, hogy látszódjon a munka, látszódjon a fejlődés, és esetleg eredménnyel is párosuljon ez a munka. Ő azt mondta, hogy 3 évre lesz erre szükség. Most vagyunk a 2. évben, és azt gondolom, hogy látszódik már az, hogy látszódik az elképzelés, látszódik a munkánk. Néhol teljesítménnyel is párosul ez. Azt azért el kell mondanom, hogy alsó és felső tagozaton is folynak edzések. Az időhiány miatt és a terem kihasználtsága miatt kénytelenek vagyunk a felsős és az alsós lányokat egyszerre edzeni. Ennek ellenére külön versenyeznek, Bozsik fesztiválon és tornán, illetve intézményi Bozsik tornákon is részt veszünk. Mennyit, hogyan, milyen körülmények között tudtok edzeni? Heti 2 alkalommal 90 perces edzéseket tartunk. Mint említettem, nagyok kicsik együtt. Ez szakmailag nyilván hagy kivetni magát, mert teljesen más az elvárás a 2 korosztálynak. Ennek ellenére jó tapasztalataim vannak, tehát a nagyok befogadták a kicsiket, illetve a kicsik is nagyon jól viszonyulnak a nagylányoknak a fizikai előnyükhöz. Milyen minőségben? Azt gondolom az iskolában és a focisuliban minden feltételrendszer adott ahhoz, hogy jól dolgozzunk, megfelelő eszközökkel, megfelelő körülmények között. Mire tudsz odafigyelni, illetve mire figyelsz oda egy edzésen? Tehát itt gondolok a technikai elemek gyakorlása, a domináns, esetleg kell-e fizikai erőnlétet javítani. A lányoknál hogyan lehet ezt kezelni?
mind a kettő szükséges, tehát a mai felgyorsult futballban azt gondolom, hogy aki nem rendelkezik elő fizikummal, bár nem elsődleges szempont, főleg alsó tagozatban a fizikum fejlesztése, de úgy gondolom, hogy a mai teljesítménykényszerben kénytelenek vagyunk erőllétet is fejleszteni. Természetesen ez a lányoknál nem párosul óriási erőfejlesztéssel, de ugyanakkor meg kell legyen a gyermeknek az a kondíciója, amivel egy 20 perces, 30 perces mérkőzést megfelelő azonos intenzitással végig tud játszani. Természetesen lányokról van szó, tehát itt elsősorban a technikai fejlesztés az, ami a legfontosabb, tehát abban vannak óriási eltérések talán a fiúkkal és a lányokkal kapcsolatosan, de megfelelő edzésmunkával, illetve hogyha a gyerekek edzésidőn kívül is gyakorolnak, akkor ez nagyon jó fölfejlesztető, és hát van olyan játékosom, aki azt gondolom, hogy a saját korosztályos fiúkkal egyetemben hasonló technikai képzettséggel rendelkezik. Túl vagyunk már a tornán néhány mérkőzésen, hogyan tudnád értékelni a lányok teljesítményét? Én minden tornán, illetve fesztiválon azt az egy kikötést kérem a lányoktól, hogy amit edzésen gyakorolunk, azokat a szituációkat, támadásnál, védekezésnél, azokat szeretném látni. Na most két mérkőzésen vagyunk túl, szerencsésen megnyertük mind a kettőt, kapott gól nélkül. A játékkal még nem teljesen vagyok megelégedve, de ezt betudom egyelőre a hazai pályának, a szülői közönségnek és annak, hogy kicsit lámpalázasok. Bízom benne, hogy a következő sorsdöntő mérkőzésen kijönnek azok a gyakorlások, kijönnek azok a edzésen gyakorolt figurák, illetve taktikai megmozdulások, amiben meg tudjuk nyerni a következő mérkőzést, és úgy gondolom, hogy akkor egyenes út vezet az első helyhez. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben. Jövő héten, kedden este 7 órakor láthatják. De tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.